Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Január 18-a van Piroska és Margit névnapja. 175 éve ezen a napon született Dobos C. József, magyar cukrász, a dobostorta megalkotója. 140 évvel ezelőtt pedig szintén ezen a dátumon látta meg a napvilágot Ellen Alexander Milne, angol író, Mici Mackó, Malacka és társaik megalkotója. Most jöjjenek a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. Újabb negatív rekordot döntött a koronavírus járvány Szerbiában. Egy nap alatt több mint 18 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Nem csak a kórházakon, hanem a COVID ambulanciákon is egyre nagyobb a nyomás Szerbiában. Oltakozásra szólítanak fel az illetékesek. Továbbra is sok a migráns a szerb-magyar határmenti településeken. Szabadkáról buszokkal szállították el őket a rendvédelmi szervek. Drágul a taxiszolgáltatás Szabadkán. Az áremelkedés az indulási és kilométerenkénti díjat is érinti. Egyre gyorsabban terjed a koronavírus Szerbiában, több mint 18 ezer új fertőzöttet regisztráltak az országban az elmúlt 24 órában. Ez új negatív rekord a vírus megjelenése óta Szerbiában. Egy nap alatt 39.740 személyt teszteltek, ezek 45%-a lett pozitív. 26-an vesztették életüket a kór következtében. Kórházban 2559 beteget ápolnak, közülük 109-en vannak lélegeztetőgépre kötve. Nagy a nyomás az újvidéki COVID ambulanciákon is. Naponta mintegy 1500 személyt tesztelnek a városban. Holnaptól az újtelepi rendelő teljes egészében COVID ambulanciaként üzemel majd. Az aktív koronavírusos esetek száma egyébként 9000 köré tehető Újvidéken. Habár többnyire enyhébb lefolyású tünetekről van szó, nőtt a kórházi kezelésre szorulók száma is. A Miseluki kórházban megközelítőleg 200 koronavírusos beteg fekszik. Újvidéken 400 és 600 között mozog a napi új fertőzöttek száma. Az év eleje óta az újtelepi COVID rendelőbe egyre többen jelentkeznek tesztelésre, ami igencsak leterheli a rendszert. Az orvosok felhívják a lakosság figyelmét, hogy a fertőzésre gyanakszanak, ha lehet, várjanak 2-3 napot az első vizsgálat előtt. A tesztelésre jelentkezők nagy száma miatt pedig olykor hosszabb sorok alakulnak ki. Így volt ez kedden is. Gužva ovde bila od pola šest ujutru i već bio red. Ljudi stali jedni na drugima. Nije postala šansa, tek kad su ušli unutra, nije postala ni jedna jedina šansa da niko napravi 20 cm razmaka, a ne metar i po ili dva koliko je preporučeno. Tako da su svi jedni na drugima, ovde ko je sada negativan, kao što sam ja, nadamo se, molimo Boga, sledeće nedelje da nećemo biti pozitivni, što je jako malo šansa. A kávézókban, szórakozó helyeken, tömegközlekedésben is észrevehető a fegyelem csökkenése, ami a járványügyi előírások betartását illeti. Tamo de se ja krećem, recimo ulicom, evo sad, malo ko nosi maske, on i ja sad, dobro imam u džepu. Na pijaci isto, poneko, autobusu dosta ima koji ne nose, primetio dosta mladi, pa ima i stariji koji ne nose maske, valjda misle njih neće. Legyen delta, omikron, vagy bármilyen variáns, vagy akár csak sima influenza, önmagunkat és másokat továbbra is ugyanúgy tudjuk védeni, mondta egy másik járókelő. Trenutno, kao što vidite, nosim dve maske. Štitim se time što se izbegavam ljude koji, ono, generalno, pogotovo ljude koji ne nose maske. Dezinfikujem ruke, imam vlažne maramice baš tu kod mene. Pa, generalno niko se više ne štiti toliko kao što smo se ranije štitili, ali eto uvek ima malo te preventive. A fertőzöttek többsége 20 és 39 év között van, és nagy részük oltatlan. A vizsgálatra jelentkezők nagy száma miatt az újvidéki rendelőben 9-ről 12-re emelték az orvosi csapatok számát.
A belgrádi felnőtt lakosok közel 70%-a vette fel eddig valamelyik koronavírus elleni vakcina első dózisát. A városvezetés ugyanakkor a hangsúlyt most a harmadik oltás felvételére való buzdításra helyezi, mivel csak a három beadott dózis biztosítja a leghatékonyabb védekezést a rohamosan terjedő omikron variáns ellen. A harmadik dózissal eddig a fővárosi felnőttek körülbelül 40%-a oltakozott. December végén a teszteltek mintegy 25%-a volt koronavírusos, jelenleg azonban ez az arány már 50% körül van, jelzik az egészségügyi szakemberek. Belgrádban az omikron és a delta variáns is rohamosan terjed. Az oltás mellett döntők azt mondják, saját maguk és a hozzátartozóik egészségének megóvása miatt veszik fel a vakcinát. Ja sam stariji čovjek, živim u stanu sa sinom, snajkom i unučićem od 3 godine. I djeca su uzela i primila vakcine i kažu, deda, šta ćemo sada? Naravno, šta ćemo sada? Neću da ugrozim to moje unuče. Bez razmišljanja sam pristao da se vakcinišem. Vakcina 1, vakcina 2, sad sam na vakcini 3, završio sa tim. A vásárstáb döntés alapján a harmadik oltást már 3 hónappal a második vakcina felvétele után lehet igényelni. Itt Szerbia legnagyobb oltóhelyén egyébként a Pfizer oltást kérik a legtöbben, de ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az utóbbi hetekben drasztikusan csökkent az oltakozók száma. Míg korábban napi szinten 1000-nél is több vakcinát adtak be a belgrádi vásár területén lévő oltóhelyen, jelenleg ez a szám mindössze 150 és 300 között mozog. Dr. Milena Turubátovic, az oltóhely koordinátora arra buzdít mindenkit, hogy oltakozzanak a harmadik dózissal. Dve doze vam daju određeni imunitet, ali ta booster doza održava imunitet i stavlja ga na neku najvišu tačku, da tako kažem jednostavno. Tako da jeste preporuka da i onaj koji je primio dve doze ranije dosta da dođe da primi treću dozu. A koronavírus fertőzésre utaló tünetekkel jelentkezők száma folyamatosan növekszik a szerb fővárosban. Ha a jelenlegi COVID-rendelők nem fogják elbírni a terhelést, a belgrádi vásár területén is nyitni fognak egy COVID-ambulanciát, jelezte a városvezetés. A koronavírus omikron variánsa olyan gyorsan terjed, hogy csak a speciális FFP maszk használata védheti meg az embereket tőle, nyilatkozta a közügyekben dr. Bohucki Nebojsa. A járványügyi szakorvos szerint a 3 védőoltás dózist felvett lakosok is megbetegedhetnek ebben a hullámban. Véleménye szerint csak akkor érhet véget a világjárvány, ha a rövid időn belül szinte mindenki megbetegszik és kialakul a nyáj immunitás. Omikron itt van, és gyorsan terjed. És ahogy mondtam, majdnem mindenki lesz beteg. Tehát úgy tűnik ez az utolsó hullám, nem csak ami Európában van, hanem egész világban. Tehát lesz nyájimmunitás. Ha esetleg 5% is az a személy, aki egyedül él, nincsen családja, és bír egész nap FPP maszkkal élni, ő nem lesz beteg, az 5% mondjuk rá, de 95% lesznek betegek, átesnek a betegséget, és az lesz nyájimmunitás. Senki nem mondja, hogy lesz újabb védoltás, de kellene felfrissíteni. Negyedik dózis, hát az már az a vírus alapján, ami volt 2 év ezelőbb. Magyarországon 6851 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, és elhunyt 94 beteg, közölte a koronavírus.gov.hu. Kórházban 2689 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 217-en vannak lélegeztetőgépen. Magyarországon a beoltottak száma több mint 6.320.000. Ana Brnabić miniszterelnök kijelentette, jelenleg számára befejeződött a Jadar projekt. Azt üzente, beszélni fog azzal, akivel beszélnie kell. Nincs senkivel, sem semmi baja. Brnabić az EU a szerbiai zöld menetrendért elnevezésű projekt kezdete alkalmából rendezett sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy mindig átláthatóan kommunikált a Rio Tinto céggel. A szerb kormányfő azt mondta, nem ő hozta be a Rio Tintot Szerbiába, nem adott nekik vizsgálati engedélyt,
nem ő változtatta meg a bányászati törvényeket 2006-ban, hogy kizárólagos lítium kitermelési jogot kapjanak, és engedélyt sem adott nagy átmérőjű fúrásokra. Ana Brnabić szerint kormánya örökölte ezt a projektet és a törvényt is. A szerb kormányfő a Rio Tinto ma reggel kiadott közleményére reagált, amelyben a bányászati cég a munkálatok felfüggesztéséről tájékoztat. Se tiče saopštenja Rio Tinta od jutros, ono se tiče toga da dakle odlažu dalju dinamiku zato što još uvijek nisu dobili rješenje o eksploatacionom polju. Istako je zakonski rok u okviru koga smo mi trebali da im izdamo rješenje o eksploatacionom polju. Mi nismo želili da izdamo to rješenje. Na kraju krajeva to je bio dogovor predsjednika Aleksandra Vučića sa meštanima u Gornjim Nedeljicama i ostalim selima sa kojima se vidio i kada im je obećao da se ništa dalje neće dešavati u vezi sa tim projektom. Tako da niti smo mi želeli da im izdajemo rješenje, niti ćemo im izdavati rješenje. Niti ćemo bilo šta raditi dalje što se tiče ne Rio Tinta, već litijuma, bez daljih razgovora i dogovora sa lokalnom zajednicom i meštanima. Egynapos törökországi látogatáson tartózkodik Alekszandr Vučić. A szerb elnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel is tárgyal. Emellett pedig a Mustafa Kemal Atatürk mauzóleumba is ellátogatott, ahol koszorút helyezett el. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Szerbia polgárai és a szerb nép nevében tisztelekhetek a török nemzet halhatatlan atya és hazánk őszinte barátja Kemal Atatürk előtt, írta Vučić Instagram profilján. Ma a sor kerül a Szerbia és Törökország közötti együttműködési főtanács harmadik ülésszakára is, amely alkalmából több a kétoldalú együttműködés további fejlesztése szempontjából fontos dokumentum aláírására is sor kerül. Egyre több a migráns a szerb-magyar határmenti településeken, mondják az ott élők. Horgoson például jelentősen megnőtt a kereslet a hosszabb alumínium létrák iránt is. Az illegális bevándorlókat hiába szállítják el a hatóság emberei rendszeresen a befogadó központokba. Ők néhány napon belül visszatérnek. Kedreggel a szabadkai vasúti teherpályaudvar elhagyott épületeiben bujkáló migránsokat gyűjtötte be a szerbiai csendőrség. Két busszal szállították el onnan az illegális bevándorlókat a szerbiai befogadóközpontok valamelyikébe. Horgoson nem hivatalos információk szerint legutóbb december 24-én Karácsony böjtjének napján gyűjtötték be és vitték el a migránsokat. Azóta azonban legnagyobb részük visszatért, mondják a helyiek. Legtöbben továbbra is az egykori jugoszláv határőrség romos épületeiben bujkálnak. Ők zömmel arab országokból érkeztek, szírek, irániak, palesztinok, illetve fekete afrikaiak. Az afgán és a pakisztáni migránsok pedig az egykori Bácska birtokon tanyáznak. A hideg időben csak ritkán mozdulnak ki, újabban taxisok hordják nekik a megrendelt élelmiszert, és mindazt, amire szükségük van, állítják a horgosiak. Erről pedig stábunk is meggyőződött. Mint ahogyan látszódik, az egyik horgosi üzlet bejárata előtt létrák sorakoznak mindenféle nagyságban, illetve méretben. Ezek a legkelendőbbek, a helyiek állítása szerint a legmagasabbakat vásárolják a migránsok, és természetesen az úgynevezett heggesztő kesztyűket, hiszen amikor megindulnak a magyar határkerítést megmászni, illetve megpróbálnak illegálisan átjutni a határon, akkor ezek a heggesztő kesztyűk megakadályozzák őket abban, hogy összevagdossák a kezüket. Egyébként a szerbiai menekültügyi főbiztosság Horgoson szolgálatot teljesítő biztonsági emberei kamerán kívül elmondták, hogy jelenleg a település határában nagyjából 500 illegális bevándorló tartózkodik. Hiába kelendők a létrák, akik át is jutnak a határkerítésen, azokat a magyar oldalon elkapják és visszatoloncolják Szerbiába. A horgosi buszmegállón is a Szabadka felé tartó járatra várt három migráns, akik így jártak. I'm from Syria, I'm going to Germany. Okay. Why? Why? Because my family all is there, already there. What's your plan in Germany? Oh, I have a wife there and my son is there already. I'm going to reach my family there. Did you try to cross the Hungarian border? Yes. And? Yes, they catch them
three times or yeah. A horgosi lakosok nem érzik magukat biztonságban. Bár a migránsok mostanában csak ritkán mennek be a település központjába, az emberek féltik a családjukat. Elsősorban én legalábbis a lányaimat, unokáimat, akik tinédzserek, este ugye nem mernek egyedül, kísérgetni kell őket, meg az iskolába is muszáj elébük menni valakinek, mert nem mernek azért. Sőt, mi idősebbek, mi sem merünk este sétálni menni, vagy ilyesmi. A polisz.hu adatai szerint idén az év eleje óta már több mint 4000 esetben próbáltak meg az illegális migránsok Szerbiából Magyarország területére jutni. Drágul a taxiszolgáltatás Szabadkán, erről döntött a városi tanács. Az áremelkedés az indulási és kilométerenkénti díjat is érinti. A taxisok egyébként többször is kérték már a várostól az árak változtatását, mivel az utóbbi időben jelentősen megnőtt az üzemanyagköltség is. A drágulás valószínűleg februártól érinti majd az utasokat. Drágulhat a taxi februártól Szabadkán. A városi tanács döntése értelmében az eddigi 95 dináros kezdőérték helyett ezentúl 125 dináról indulhat majd beszállásunk után a taxióra. A megtett kilométerenkénti díj pedig az eddigi 70 dináról 75-re emelkedik az első tarifában, míg a másodikban 85 dinára módosulhat. Sokak szerint egyébként is drága volt taxizni, nemhogy majd a drágítás után. Nagyon drasztikusak az árak, és ez borzasztó, hogy ilyen kevés a hogy is hívják a nyugdíjak, a minden, és az véget, az tényleg nagyon sokan, akik már nem bírnak kocsit hajtani, nem bírnak hogy is hívják ott vezetni, meg mit tudom én, és az nem futja ki azért, hogy elvigyék a hogy is hívják, azért nem nagyon járnak ki a mentősök sem azért, és ez tényleg nagy drágulás, mindönbe. Olyanok is akadnak, akik egyetértenek az emeléssel, hiszen az utóbbi időben mindennek az ára emelkedett. Taxim nem putujem često redko, ali cene rastu svega, tako da to je sasvim normalno da ide gore i cene taksija i svega. A szabadkai taxisok szerint mindenképp szükséges volt az árak emelése, ugyanis az üzemanyag drágulása mellett a kocsik fenntartási költségei is emelkedtek. Ez pedig komoly problémát jelent a fuvarozóknak. Potrebno je zato što je cena goriva u posljednje par mjeseci jako otišla i ostale usluge tipa knjigovođa, mehaničarske usluge i naravno morali smo i mi korigovati neku cenu minimalno da bi nadoknadili sve te troškove koje su nastali. Az utasok számára viszont jó hírnek számít, hogy a várakozási díj nem változik. Egy óra továbbra is 800 dinárba kerül majd. A drágulások várhatóan februártól léphetnek érvénybe Szabadkán. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Egyre nagyobb területen vetnek repcét a termelők a magyar-kanizsai határban. Hazatért a Dakar Rally-ról Szagmeister Gábor. A szabadkai motoros jövőre is elindulna a legendás versenyen. Mielőtt tovább mennénk, most kapcsoljuk a közügyek stúdióját, ahol a híradót követően ma Farkas Aténé számít a figyelmükre. Szia Aténé, milyen témákkal készültetek? Szia, köszöntöm a nézőket! Műsorunkban szó lesz a Belgrád-Budapest gyorsvasút első elkészült szakaszáról, amelyet már tesztelnek Újvidékig. Újabb negatív rekordot döntött a koronavírus fertőzöttek napi száma Szerbiában, a magyar-kanizsai helyzetről forgattunk. Koporsó hiány van Vajdaságban, stábunk annak járt utána, mennyit kell várniuk a temetkezési vállalkozóknak. A stúdióban pedig arról is beszélgetünk, hogy milyen programokkal ünneplik meg Vajdaságban a Magyar Kultúra Napját. Tartsanak velünk! Köszönjük szépen! Karriertervezés és pályaorientáció címmel új képzést indított a Vajdasági Magyar Kutatóképző Kulturális Központ. Az első bemutatkozó képzésen az álláskeresési technikáról, az önéletrajz és a motivációs levél rejtelmeiről, sőt önismereti témákról is hallhattak az érdeklődők. Az ingyenes tréningre az általános és középiskolások mellett a felnőtteket is várta a VM4K csapata.
hogyan teljesítsünk jól egy állásinterjún, hogy írjunk magunkról célra törő önéletrajzot, vagyis CV-t, amely majd ajtót nyit az új munkahely előtt. Ezekre a kérdésekre is választ kaphattak a képzésre ellátogatók. És azért jöttem erre a kurzusra, mert szeretnénk továbbfejlődni az életben mindenen, minden területen. Az ingyenes hiánypótló tréningre leginkább a középiskolások és az egyetemisták érdeklődtek a leginkább, de a felnőtteket is várta a VM4K csapata. A hétfői bemutató előadást követően három csoportban folyik a képzés. Azok a fiatalok, vagy azok a munkakeresők, akik már bizonyos információval, többlet információval rendelkeznek, jelen esetben a képzés felülő tematikával például, azok mindenképpen egy versenyerőnnyel indulnak másokkal szemben. És mi azt szeretnénk, hogy itt a vajdasági fiatalok, és azok, akik fontosnak tartják, hogy ezen a képzésen részt vegyenek, azok egy versenyelőnnyel a kezükben mehessenek vajdaságban, és próbáljanak a szülőföldön szerencsét. Sok gyakorlati elemből, tréning módszerekből épült fel a tanfolyam, mondta Tancsik Richárd, a képzés vezetője. Próbálok majd egy olyan rendszert bevinni, illetve olyan elméleti tudást átadni nekik, hogy a gyakorlatban ezt tudják használni, tehát megtanulják azt, hogy melyik weboldalon tudnak például munkát keresni, hogyan keressenek, az adott szakmához megfelelően készítsék el az önéletrajzaikat, illetve megfeleljenek a különböző kihívásoknak, a munkaerőpiacnak, mert ahogy mondani szokták, egyre nehezebb a munkaerőpiacon érvényesülni, és a fő célom, hogy ezt valahogy áthidaljuk, illetve támpontot adjak. Mint tudjuk, a munkaerőpiacon óriási verseny folyik, mondták az előadáson. A szervezők egyébként a szabadkai munkaerőpiac nyújtotta lehetőségekről is informálják a résztvevőket. És ezért is fontos... Palics nyerte a legvirágosabb határon túli település díját, amit ma hivatalosan is átadtak az önkormányzat képviselőjének. A Magyar Turisztikai Ügynökség 28. alkalommal hirdette meg a Virágos Magyarország nevet viselő versenyt. A zsíri összesen 49 díjat osztott ki. Magyarország legvirágosabb települései 2021-ben Nagykanizsa, Veresegyház, Etyek és Buzsák lettek. A legvirágosabb határon túli település Romániából, a Szent Király, Szerbiából Palics, Szlovákiából pedig Tartoskád lett. Palics Magyar Kanizsát, Óbecsét, Török Kanizsát, Zántát, Csókát, Magyaritavét és Szent Tamást előzte meg a vajdasági versenyben. A díj egy emlékplakettből áll és egy kisebb pénzjutalomból, amelyet a település további szépítésére fordítanak. Úgy gondolom, hogy minden palicsinak nagy örömére szorgál ez a díj, hiszen hát már nagyon régóta élvezhetjük ezt a gyönyörű parkot, amiben előszeretettel sétálunk, és hát talán az elmúlt időszakban elmondhatjuk, hogy egyre inkább szépül, de ez a törekvés nem csak a parki részre terjed ki, hanem tulajdonképpen a zöldövezeti, a védősávra is, valamint a lakővezeti részben is azt szeretnénk, ha minél több virágos utca, illetve virágos tér lenne. A helyi közösség célkitűzése, hogy ebben előrépést tegyen. A Virágos Magyarország megmérettetésre több mint 320 pályázat érkezett. A verseny vajdasági koordinátora a Magyar Kanizsai Land Art civil szervezet volt. A regisztráció és a települések bemutatkozása is online felületen történt. A zsűri a település köztereinek, zöld területeinek állapotán kívül figyelembe vette a település környezetvédelmi programjait és a turisztikai fejlesztéseket is. Ez a versenysorozat a zöld felületek karba tartására összpontosít, tehát itt a fő cél a rendezett zöld felület, pázsit karbantartás, virágágyások, fasorok minősítése, illetve a települések, illetve a közösségek összefogását is minősítettük egy online kérdőív keretében. Palics annyira szép, hogy akár minden évben megnyerhetni a versenyt, ezért idén nem neveznek a megmérettetésre, mondta Dobó Márta. Palicson egyébként évente mintegy 72 000 idénynövényt ültetnek el. Szépen fejlődik és jól tűri a hideg időt a repce Magyarkanizsa községben. A növény jelen pillanatban nyugalmi állapotban van. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a község területén egyre nagyobb területen vetnek a gazdák repcét, amelynek legfőbb oka a viszonylag jó felvásárlási ár.
Elfogadható állapotban van a repce az Oromi és az Ilona-falvi határban. Igaz, a nagyobb és fejlettebb növényzet kicsit nehezebben viseli a fagyos téli időjárást, de komoly bajt eddig még nem okozott a hideg idő, mondta a Madár József termelő. A repce jelenleg nyugalmi állapotban van, a növények 8-10 leveles állapotban vannak. Azt mondják a szakemberek, hogy úgy van a jó, hogy 3x8 centis lenne, tehát a magassága, a szélessége a levélnek, még a gyökere is 8 centis lenne, akkor lenne ideális, de ezt ebbe múlt évben nagyon nehéz volt eltalálni, hogy akkor vessük, hogy pont ilyen legyen majd a repcénk. Az időjárási tényezők mellett a repce állapotát sok minden befolyásolja. Ahhoz, hogy megfelelő terméshozammal szolgáljon, időben el kell kezdeni a vegyszeres kezelését. A termelők szerint nagyon fontos a megfelelő növényvédelem, hisz ezt a kultúrnövényt legalább 9-szer kell kezelni csak a bogár ellen. Függetlenül attól, hogy igényes növényről beszélünk, egyre több és nagyobb parcellákon található meg a kultúrnövény, ennek egyik oka a magasabb felvásárlási ár. A vetésforgóba pedig részben beilleszthető a kalászosok helyére. Repcét aratásban is már jól meg tudják fizetni, tehát nem kell tárolgatni, mint a gabonát, hogy elérjük azt a számunkra megfelelő árat. Valamint hát a tárolásból kifolyólag, hogyha nem otthon kell tárolni, akkor ez egy sokkal könnyebb termelési módszer. A jelenlegi ára a repcének 760 euró per tonna a nemzetközi tőzsdéken. Az idén januárban már meghaladta a 800 eurót. Egyelőre pihen a természet, viszont a termelőknek a februári hónapban el kell szórniuk a fejtrágyát, ezt követően pedig jöhet az ormányos bogár elleni védekezés. A repce pedig továbbra is nyugalmi állapotban lesz, hiszen az elkövetkező napokban is marad a téli időjárás. Nappal plusz 3 fok körüli értékeket mérhetünk, hajnalban pedig fagyni fog. Mínusz 5 fokot is mutathat a hőmérő higanyszála. Komoly csapadékra nem kell számítani, futózápor esetleg kisebb hóesés csütörtökön fordulhat elő Vajdaságban. A hét második felében tovább csökkenhet a hőmérséklet, néhol nappal sem enged majd a fagy. Kiesett a kézilabda Európa-bajnokságról a szerb válogatott. A csoportkör harmadik fordulójában a franciák túl nagy falatnak bizonyultak, és 29-25-re verték Szerbia legjobbjait. A szerbek így az ukránok elleni nagy arányú győzelmet követően két vereségbe futottak bele az EB-n, ami kevés volt a torna következő szakaszához. A magyar válogatott ma este szintén sorsdöntő meccset vív Izland ellen. A továbbjutáshoz győzelemre van szükség, az összecsapás pedig 18 órakor kezdődik. Hazatért a Dakar Rally-ról Szagmajszter Gábor. A szabadkai motoros 11. alkalommal teljesítette a világ legnehezebb rally versenyét. Összetettben a 106. helyen végzett, míg a szerelő nélküli versenyzők mezőnyében a 27. helyen zárt. Talán a Az idei Dakaron szerzett díjait mutatta stábunknak Szagmajszter Gábor. A szabadkai motoros elégedetten értékelte teljesítményét. Én nagyon elégedett vagyok, tényleg összejött. Nagyon kevés technikai problémám volt az idén a Dakaron. Mindig lehet jobb eredményt elérni, amit el szoktam érni, de én az utóbbi időben nem adom oda 100%-ot abszolút, mert több valószínű, hogy helikopter lenne a vége, komoly sérülés. Ilyen 95%-ba szoktam húzni a gázt, ez meglátszódott az eredményen is, egy 5-10 helyet késtem maximum, amit én nagyon tudok, hogy miért van. De különben a verseny az nagyon jól zajlott. Az idei Dakaron inkább csak a hideg idő és egy kisebb bokaficam okozott gondokat Szagmajszter Gábornak, de a pályán sem volt könnyű végigmenni, tette hozzá a motoros. Úgy hiszem, hogy a hetedik nap volt a legnagyobb probléma. Nem velem volt a probléma, a motorom nem volt elég erős azokhoz a dűni szakaszokhoz, amiket meg kellett oldani, de feltaláltam magam, lejöttem a dűnéről is, egy másik oldalról a hegynek végül is felmásztam, összezettem a checkpointot, és sikerült megoldani a problémát. Szagmajszter elmondta, a tervek szerint jövőre is indul majd a Dakaron. A közügyekben pedig Szagmajszter Gábor bővebben is mesél majd az élményeiről. És eddig tartott a híradó, lássuk, melyek voltak a nap fontosabb témái.
Újabb negatív rekordot döntött a koronavírus járvány Szerbiában. Egy nap alatt több mint 18 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Nem csak a kórházakon, hanem a COVID ambulanciákon is egyre nagyobb a nyomás Szerbiában. Oltakozásra szólítanak fel az illetékesek. Továbbra is sok a migráns a szerb-magyar határmenti településeken. Szabadkáról buszokkal szállították el őket a rendvédelmi szervek. Drágul a taxiszolgáltatás Szabadkán. Az áremelkedés az indulási és kilométerenkénti díjat is érinti. Köszönjük figyelmüket! További hírek és információk a pannonrtv.com-on. Ne feledjék, hamarosan kezdődik a közügyek. Tartsanak velünk, ha tehetik. Én este 8-kor friss hírekkel várom Önöket. A viszontlátásra!